Szeretettel köszöntelek titeket ezen a négynapos újmedicina biológika intenzív szemináriumon. Ezen az intenzív szemináriumon biztos vagyok benne, hogy gyökeresen meg fog változni a világképed. Nem azért nem miattam elsősorban, vagy mert hogy olyan okos lennék, hanem azért, mert ha te ismered ezeket a biológiai összefüggéseket, ha te ismered, hogy hogyan működik a tested, akkor nem csak, hogy magadra másképpen fogsz nézni, hanem az egész élővilágra. Az egész élővilágot kimész majd a teraszra, és akkor nézed a katicabogarat, és már egészen másképpen fogsz gondolkozni, mint előtte. Mi, hogy gondolkoztunk előtte? Hát, vagyunk mi az emberek, Istennek a teremtményei, mi olyan okosok vagyunk, hogy mindenkit le kell igázzunk, mindenkit föl kell faljunk, le kell amortizáljuk ezt a bolygót, mert mi vagyunk az emberek, ugye nagy okosok vagyunk, és meg vannak az állatok, és az állatoknak nincs lelke, azt lehet kínozni, lehet ketrecbe zárni, lehet gyötörni, és így tovább. Megismerve a biológiai összefüggéseket, rájövünk arra, hogy az állatoknak ugyanolyan lelke van, mint nekünk. Az, hogy nem tud verbálisan kommunikálni, az nem azt jelenti, hogy hülyék, vagy ostobák, vagy lelketlenek, vagy egy darab hús, vagy egy darab kő. Tehát az állatokról is másképpen fogunk gondolkozni, mert meglátjuk, hogy az állatoknak is van lelke, méghozzá ugyanolyan, mint nekünk embereknek. És az állatok, és az a poénja, az állatok ugyanúgy el tudnak szenvedni érzelmi konfliktusokat, mint mi emberek. Tehát ez a rendszer, amit ezen a négy napon most megtanulunk, nem csak az emberekre érvényes, hanem az állatokra is. Ha neked van otthon háziállatod, akkor már rajta tudod tesztelni az új medicinát, biológikát, hogy stimmel-e, mert hogyha az állatnak, mit tudom, van egy epilepsziás rohama, akkor ki fogod tudni deríteni, hogy mitől ijedt meg az az állat, mi történt, és mi zajlik, és miért van most neki egy epilepsziás rohama. Ismerősöm, ugatott a szomszéd kutya, petárda, onnantól kezdve epilepsziás lett a kutya. Hát, már megijedt a petárdától. Tehát a petárdázás így teszi, nem tud menekülni, ugye ne hagyjuk most. A lényeg az, hogy ugyanazt az érzelmi konfliktust az állat elszenvedi, akkor ugyanazt a testi válaszreakciót fogja produkálni. Akárcsak mi emberek. Tehát ez a rendszer, amivel mi most itt megismerkedünk, ez egy biológiai rendszer. Ennek semmi köze spiritualitáshoz. Az, hogy lélekről beszélünk, az még nem spiritualitás. A lélek az egy természettudományosan ellenőrizhető valami. A lélek az, aki ül ott a monitor előtt, ott a túloldalon, 30-40-50-70-80-100 kiló vegyes felvágottban, ugye? Tehát a lélek az, ami a szoftver, ami a szellem a gépezetben. A testünk az pedig külön történet. Ezeknek a lelki események kiváltanak fizikai elváltozásokat. Ennek van egy nagyon egyszerű, áttekinthető rendszere. Ez annyira egyszerű, hogy ezen négy nap alatt végig tudunk menni. Meg fogjuk nézni azt, hogy és az emberekkel foglalkozunk, hogy ezen a tréningen most elsősorban megnézzük azt, hogy az milyen szerveink léteznek egyáltalán, ugyanis nincsen végtelen számú szervünk, néhány, jó néhány van. Megnézzük, hogy annak szervnek mi az adott, mi a biológiai funkciója. Ez azért fontos, mert ha te tudod az adott szervnek a biológiai funkcióját, akkor sokszor már te magadtól rájössz, hogy miért azon a szerven lett elváltozás, hogy miért annak a szervnek a funkciójával, funkciófokozásával, turbózásával, vagy funkció csökkentésével próbálja a te agyad megoldani a lelki drámádat. Tehát ez egy biológiai rendszer, ami érvényes az emberekre és az állatokra. Állatokon is tudod ellenőrizni, de ne menjünk messzire, ellenőrizd saját magadnál. Nézd meg a legutóbbi elváltozásodat, milyen érzelmi konfliktus volt, milyen tüneteid voltak, és ez az egész rekonstruálható. Tehát amit akartam, eszembe jutott, hogy ez egy állatvilágra és emberekre érvényes rendszer. Az ember nem külön faj, mert nem külön élőlény típus. Tehát, hogyha a nem tudom milyen
Sirius vagy akármilyen bolygóról jöttünk volna és ide költöztünk, akkor mondhatnánk, hogy nekünk más a biológiánk. De ha itt születtél a Föld bolygón, akkor felhívom a tisztelettel a szíves figyelmedet, hogy a felhívom a szíves figyelmedet, hogy ugyanazon kaptafa szerint működnek az állatok és az emberek. Ha valakinek van kedve, már régóta izgatom itt a grafikus médiás animátor ismerőseimet, hogy mikor fogtok már egy olyan animációt csinálni, ahol fogtok egy, mit tudom én, oposszumot, érted, egy ekkora állat, oposszumot, meg egy egeret, meg egy macskát, meg egy kutyát, meg egy tehenet, meg egy zsiráfot, és akkor nézzük már meg, hogy a csontjaik hogy néznek ki. Azt jaj, a végére meg az embert, ugye. És akkor észreveheted, hogy darabra, még csak a csontunk száma is egyezik, ugyanaz a struktúránk, ugyanaz a felépítésünk, és ugyanazok a biológiai válaszreakciós különprogramjaink. Ugyanazon a bolygón születtünk, ugyanazoknál a körülményekre, és ugyanarra az érzelmi konfliktusra minden ember és állat ugyanazzal a biológiai válaszreakcióval reagál. Tehát ezért mondom, hogy ez nem spiritualizmus, ez nem hitkérdés, aki, tudod, régen mondták azt, hogy hát én nem hiszek ebbe az új medicinába, biológikába. Erre azt szoktam mondani, hogy útja neked, mert ez nem hitkérdés. Tehát aki hitkérdést csinál a biológiából, annak régen rossz. Ugye most is bemegyek az egyik bevásárló központba, és mondjuk, hogy maszkot kell fölvenni. És mondtam a hölgynek, hogy hát bocs, de én nem hiszek ebbe a vírusba. Nem hiszek, mert ez hitkérdés. Aki azt mondja, hogy itt van bármi bizonyíték, az nézze meg még egyszer. Szóval, ez egy rendszer, egy egyszerű rendszer. Olyan, mint a kémiában a periódusos rendszer. Ugyanez van biológiában, csak itt nem az anyag összetételét írja le, hanem a biológiai működéseket. A biológiai, hogy egyáltalán milyen biológiai válaszreakciókat tudunk produkálni. Szóval, az alapismeretek, tudjátok mit? Most egy picit kérem a figyelmeteket, hogy lássam, hogy itt vagytok, meg mozogtok. Kérnék szépen egy kézfelemelést, ugye ezt itt ezen az applikáción te tudod, igen, az applikációban tudod kézfelemeléssel jelezni, hogy ki az, aki megnézte legalább kétszer az alapismeretek videót. alapismeretek.biologika.hu. Tehát ki az, aki megnézte ezt a videót? Na hát, ha nem tart olyan sokáig. Szuper, látom, hogy jönnek. Oké. Hát, most komolyan a társaság fele? Látta? Ne őrítsetek meg. Drágáim. Nem szeretek ebben az időben olyan dologgal foglalkozni, mert egyébként is ott van fent ingyen az interneten. Tehát én most nem fogok belemenni az alapismeretek részbe nagyon mélyen. Köszönöm szépen, letehetitek a kezeteket, szuper. Vedd elő a szervatlaszodat, és nyisd ki, légy szíves, az 1-2-0 lapon. Itt van az alapismeretek összefoglalása. Most átteszem a képernyőt. Tehát itt járunk most, ugye ez a... Igen, látszik, szuper. Itt van leírva az öt biológiai természettörvény. Ezek ilyen egymondatos definíciók. Ezeket meg kell majd tanulnod, mint a verset, tehát ezt, mint a kisangyal tudnod kell mondani, és értened is kell. Amíg ezt nem teszed magadévá, addig nem fogsz tudni biológikusan gondolkodni. Addig elő fog jönni a fejedből a régi program, a régi reflexek, a régi beidegződés, vagy mondjam úgy idomítás, kondicionálás, hogy jaj, csak nehogy elkapjak valamit, és így tovább. De amikor ezt megértetted, akkor már nem lesz ez, hanem egy más szemszögből, egy magasabb, jobb rálátású szemszögből fogod vizsgálni a folyamatokat. Tehát az első természettörvény a megbetegedések vastörvénye, rákvastörvénye, ugye így hívták régebben. Most már úgy hívjuk, és a következő szárvatlaszokban, hogyha lesz, akkor ezt a szót itt át fogom én kiegészítem, hogy
Az idegen nyelvű szervadlaszokban már így van. A természetes elváltozások természet törvénye. Ez a legpontosabb és leghelyesebb definíciója, megnevezése ennek a dolognak. Közben még itt magyarok, igen. Még mindig nem melegedtem bele, majd egy kicsit meglepett, megmondom őszintén, hogy a társaság fele nézte meg az alapismeretek előadást. Hát gyerekek, arra építünk. Most így hogy építsünk toronyházat, hogyha az alapok nincsenek rendben. Szóval, a természetes elváltozások természettörvénye azt mondja ki, hogy minden úgynevezett természetes elváltozás egy konkrét, öt feltételnek megfelelő érzelmi konfliktussal indul be. Mit jelent ez? Először is definiáljuk, hogy mi az a természetes elváltozás. A természetes elváltozás, mint kifejezés, képzeld el, egészen ameddig a biológia meg nem jelent Magyarországon, nem volt benne az orvosi terminológiában. Nem volt benne. Tehát nem volt olyan, hogy természetes elváltozás. Van az egészség, meg a betegség, azt el volt intézve, érted? Na, minden úgynevezett, minden elváltozás, ami nem mérgezés, nem baleset, nem sugárzás hatására jön létre, vagyis nem külső behatásra jön létre, minden elváltozás természetes elváltozás, mert belülről alakul kifelé. Most az, hogy valaki, mit tudom én, megeszi a bolondgombát, vagy a galócát, vagy a tudom én, mérget, és a mérgezés hatására, a méreg ugye toxinokat tartalmaz, fölborítja a rendet a testünkben, felborul az anyagcsere, az idegrendszer, stb., attól függ, milyen méreg, és amit erre a testünk produkál, ugye próbálja az életünket megmenteni, a méreganyagot a vérből eliminálni, kiszűrni, kitakarítani, ez nem egy természetes elváltozás. Tehát a mérgezés, baleset, sugárzás nem tartozik ide. Az összes többi, jó, mondjuk a muszkológokát is megelmélhetjük, ugye, mert hogyha valaki egész nap így ül a számítógépbe, így csinálja, és eldeformálja az ízületeit, tehát nem rendeltetésszerűen használja a vázrendszerét, abból is lehetnek problémák. Természetesen, csak abból nem lesz speciál daganatnövekedés meg sorvadás, de lehetnek fájdalmak és motorikus mozgási, nem motorikus, hanem mozgatási diszfunkciók, rendellenességek. De most azokról az elváltozásokról beszélek, amik belülről alakulnak kifelé. Tehát mérgezés, baleset, sugárzás félretéve, az összes többi elváltozást, amíg a természetellenes táplálkozást is ide sorolhatjuk, az összes többi elváltozás természetes elváltozás. Mit jelent? Belülről alakul kifelé, nem külső behatásra, hanem belülről kifelé, beindul egy belső biológiai válaszreakció, a lelki szenvedésünk kompenzálására, kiegyensúlyozására, megoldására. Tehát a természetes elváltozás belénk van programozva. Akkor hogy csak így időnként jelentkezik? Az embernek van egy alap úgynevezett vegetatív programozása, hogy mondjam ezt szépen nem szaknyelven. Az embernek van egy ilyen életfunkciókat és létfunkciókat fenntartó automata működése. Ez a vegetatív működés, a létfenntartó működés. És normál esetben, amikor nem kapcsolnak be a feltételek, és nem kell, hogy egy biológiai válaszreakciót produkáljunk, akkor ez a normál alapműködés van a testünkben. Amikor összejönnek a természettudományos kritériumok, feltételek, elszenvedünk egy konkrét érzelmi konfliktust, és ott vagyunk benne, azonosulok az áldozattal, én a szerencsétlen, a tehetetlen, szenvedek, és nincs megoldásom. Ezzel rákényszerítem az agyamat, hogy hello, segíts már, itt vagyok ebbe a szarba, nem tudok mit csinálni, segíts már, nem tudom megoldani. És az agy, mivel látja, hogy egy, gazda beazonosult, ha nem azonosulná be, akkor nem a te problémád. Beazonosult, szenved, megoldatlan a probléma, ezzel kvázi rá kényszeríted az agyadat, hogy segítsél már, nem tudok valamit megoldani, és szenvedek. És akkor beindítunk egy elváltozást.
Na, itt kezdődik az érdekes dolog, ugye a hagyományosok szoktak itt sziszegni, ugyanis nem úgy működik, mint azt régen gondolták, hogy az ember így jön az idővonalon, aztán belemegy egy elváltozásba, aztán kijön belőle. Tehát ez egy annyira naív dolog, ez nagyon távol van a biológiától. Ugyanis a biológiában mindenütt ciklikusság látható. Nappal, kezdjük itt legalapvetőbb, nappali üzemmód, északi üzemmód. De hogyha kicsit távolabb megyünk, nyár, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz. Tehát ott is van egy ciklikusság, tehát folyamatos ciklikusság van. Képzeld el, a testünkben ugyanilyen ciklikusság van. Méghozzá ezt a két ciklusú elváltozás lefutást produkáljuk. Tehát nézed az 1-2-0 napot, látod ott ezt a kékes, rózsaszínes ábrát. Amikor belefutunk egy elváltozásba, a testünk belefutunk egy elváltozásba. Még egy kicsit ilyen haladósan kommunikálok, mint az elején azért fogalmazzak kezdők számára is érthetőbben. Amikor elszenvedünk egy biológiai konfliktust, és beindítunk a testünkben egy testi elváltozást, az két szakaszból áll. Tehát a második biológiai természettörvény leírja, hogy minden úgynevezett természetes elváltozás két szakaszból áll, ha sor kerül a konfliktus megoldására, és nem történnek visszaesések. Tehát ha alkalmi a konfliktus elszenvedése, akkor úgymond egy ciklusú lesz az elváltozás lefutása. Vagyis, köszönöm. Mit jelent az egy ciklus? Ez az egy ciklus. Tehát stressz szakasz, kiheverési szakasz, regenerációs szakasz, és visszatérünk a normotóniába. Tehát az elváltozások két szakaszban zajlanak le. És a két szakaszban különbözőek a tünetek. Tehát figyeld meg, hogyha belefutsz egy konfliktusba, és produkálsz egy elváltozást, sokszor a konfliktus aktív szakasz tüneteit, fizikai testi tüneteit, daganatnövekedést, sorvadást, nem vesz bérösszetételváltozást, nem veszük észre. Amikor megoldódik a konfliktus, akkor belépünk a konfliktus megoldás utáni szakaszba, jövőben ez úgy lesz az atlaszban is írva, hogy konfliktus utószakaszba, belépünk, és másfajta tüneteket produkálunk. Ha alkalmazkodás során sejtszaporulattal, funkciónövekedéssel reagáltunk, a megoldás után a sejtszaporulat értelemszerűen elbontásra kerül. Ha a sorvadás volt a konfliktus aktív szakaszban, mert nekem nagyon hiányzott valaki, és lesorvasztottam itt a bőrömet, a konfliktus megoldásával megjelenik itt a dermatitis, bőrfelhámgyulladás, és regenerálódik a laphámszövet. Tehát a második természettörvény leírja, hogy az elváltozások két szakaszban zajlanak, ha sor kerül a konfliktus megoldására, és nem történnek visszaesések. És mi van akkor, hogyha nem kerül sor a konfliktus megoldására? Szervatlan zöld hátteres részében az 1-2-2 lapot vegyétek elő. Át is kapcsolom itt a képet a egyszerűségért. Van az úgynevezett függő konfliktus aktivitás, a visszatérő konfliktus aktivitás és a visszaeső konfliktus aktivitás. Mi a nagy különbség? Láthatjuk, hogy itt az illető elszenvedte a konfliktust, de a konfliktus nem kerül megoldásra. Hosszú ideig benne van, a konfliktus intenzitással arányosan növekszik a daganat, vagy fokozódik a sorvadás, minél intenzívebb elváltozás, annál gyorsabban növekszenek a daganatok, nem kerül megoldásra, az elváltozás mondjam úgy bekapcsolva marad, és ennek az a következménye, hogy az illető akkora elváltozást hoz magának létre évek alatt, amiben vagy már az aktív szakaszban bele lehet halni, vagy a megoldás utáni szakaszt nem fogja kibírni. Tehát ennek ez a nagy veszélye, és korábban a hagyományos orvostudományban azért nem foglalkoztak különösebben ezzel a kétszakaszúság gyanújával, mert nem is tudták, hogy van kétszakaszúság, és sok elváltozás
ilyen egy szakaszúnak tűnik, de csak azért, mert a konfliktus nem került megoldásra. Ilyen például hosszú éveken keresztül tartó, tudom én, mondjuk egy egyszerűt, bőrbetegségek, pszoriázis, de bocsánat, pszoriázis nem az oda-visszakapcsolgatás, szklerózis multiplex, folyamatosan magas cukorszint, tehát ilyeneket tud ez okozni. Ilyen tartós, állandónak tűnő tüneteket. Mert hogyha a konfliktust megoldjuk, akkor vége lesz ennek. Csak tudni kéne, hogy mit kéne megoldani, ugye? Oké, nézzük a visszatérő konfliktus aktivitást. Miben különbözik ez a visszaesőtől? Ugye ez a megoldatlan konfliktus aktivitás, és van a megoldott konfliktus aktivitás, és van az az opció, amikor visszaesések vannak. Visszaeséseknél kettő különböző lefutást különböztetünk meg. Van az úgynevezett visszatérő konfliktus aktivitás, ez azt jelenti, hogy elszenvedjük a konfliktust, megoldódik, jön a megoldás utáni szakasz, eltelik egy kis idő, egy hét, két hét, megint bekonfliktálódunk, megint bestresszelünk, aztán az epileptokrízisben megint jön a tünet, a rosszulét, a fejfájás, megint elmúlik egy időre, aztán megint visszatér. Tehát az ilyen havi egy-két migrén, meg az ilyenek tartoznak ide, tehát az ilyen alkalmanként visszatérő elváltozások. A visszaeső konfliktus aktivitásoknak megkülönböztetjük egy másik fajtáját is, ugye az alapkülönbség ez itt, hogy, na, fókuszálj már, hogy, nézd már, ez a lökött kamera nem fókuszál. Oh. Jó. Hogy itt a külön program megoldás utáni szakasza nem fejeződik be, hanem még a megoldás utáni szakaszban visszaesünk a konfliktusba, vagyis a külön program nem tud befejeződni, megint ráteszünk egy lapáttal a konfliktus tömegre, megint generálunk egy kis konfliktus tömeget, amit majd megint le kell dolgozni. Az oda-vissza kapcsolgatásnak egészen más tünetei vannak, mondjam úgy, hogy igen eltérő tünetei vannak, mint az ilyen alkalmanként visszatérő dolgoknak. Tehát most ott járunk, hogy mi az a kétszakaszúság, mi az, hogy különböző lefutások, mert akár egyetlen egy elváltozást külön programon belül is a tünetek variálódhatnak, ha variálódik a konfliktus lefutása. Nézzük meg ezt egy nagyon egyszerű példán keresztül. Van például az egyik ilyen nagyon gyakori téma, Nanetta beszélt is a legutóbbi Biologika TV-s adásában, a szklerózis multiplexről, meg az, hogy ez egy támadási, menekülési konfliktus, az ember így letámadva, megtámadva, fenyegetve, veszélyeztetve érzi magát, veszélybe vagyok, és ugye, ha bénulás van, ott mindig van egy ragadozó. Ezt szoktuk mondani, majd később visszatérünk még rá az ektodermális különprogramoknál. Tehát, ha valaki elszenved egy menekülési konfliktust, úristen, megtámadtak, betámadtak, nem tudok menekülni, megfenyegetett valaki, és hogy majd kupán csap, meg agyonver, meg mit tudom én. Nekem jött az apám, és megijedtem, akármi, vagy elkapott a tesi tanár, azt jól megagyalt a mosdóba, mert beszóltam neki órán, és sose gondoltam, hogy a tesi tanár lepofoz. Érted? Tehát egy ilyen menekülési, úristen, nem tudok menekülni, elkapott a ragadozó. Itt a konfliktus aktív szakaszban bénulás jelentkezik. A bénulás az egy szövet csökkenéssel nem együttjáró folyamat, az csak funkciócsökkenés, csak bénulás, tehát nem tudom a kezemet mozgatni. Hogyha a konfliktus sokáig tart, akkor a bénulás hosszabb ideig eltart. Akár évekig is. Valaki, itt tudom én, megházasodik, történik valami, a férje bekattan, elmezavaros lesz, megveri az asszonyt, és hát erre például nem volt. Hát erről szó nem volt, és senki nem gondolta volna, hogy ilyen lehetséges, és a nő elszenved egy menekülés, és akkor úristen, nem tudok menekülni, és úristen, már hova sincsen menekülni, úristen, most félek, lalala,
És akkor ő ott marad ebbe a házasságba, 2-3 hetente van egy kis ráncigálás, egy kis pofoszkodás, egy kis fenyegetés, egy kis folytogatás, és ilyen finomságok, amiket az ember hall, hogy mik meg nem történnek. És ezt elszem, és akkor így, ha benne marad ebben a házasságban vagy állapotban ez a hölgy, de ugyanígy mondhatnák férfit is, hozzáteszem, akkor ez egy folyamatos bénulás lesz. Ilyenkor szoktak szklerózis multiplexet diagnosztizálni, bénult izomkötegeket, bénult végtagokat. Na nézzük, ugyanezt a konfliktust elszenvedi az illető, csak visszaeső konfliktus aktivitással. Mi fog történni? Itt is lesz egy izombénulás, ebből nem sokat szoktunk észrevenni. Tehát tényleg tök vicces, a barátom alig tud átmenni, alig tud belépni egy helységbe, hogy ne rugdosnál mindig a küszöböket például. És amikor találkozunk, és akkor jön be, és jó, belerúgok küszöbbe, így nézek, mi van? Ideges vagy? Nem, csak nem sikerült felemelni. Mi van? Hát, hogyha előfordul, hogy belerúgok. Tényleg, van egy bénulásod? Nem, neki nincsen. Hát na figyelj már, hogyha ha nem tudod fölemelni a lábadat, akkor csak van valami. Tehát ha te úgy érezted, hogy fölemelted a lábad, csak a lábad nem engedelmeskedett, akkor van. Tehát itt van egy konfliktus aktív szakasz egy kisebb-nagyobb bénulással. Hozzáteszem, a legtöbb ilyen bénulást észre se szoktuk venni, mert nem veszük észre, nem fáj, nem érezzük, nem zsibbad, nem bizsereg, nem veszük észre. Max azt, hogy ilyenkor például az embernek a keze nem bír olyan erőset szorítani, vagy kisúszik a kezemből valami. Azt hittem, hogy jól fogom, azt elejtettem. Na, folytassuk. Megoldódik a konfliktus. Ott volt egy motorikus bénulás, az idegpályákat, anyatermészet, az idegpályákat is szétkapcsolta. A konfliktus megoldásával beindul a helyreállítás, és elkezdi összekötözgetni. Jön az ödéma, és az epileptok krízisben van egy úgynevezett tesztüzem. Ilyenkor jön az epilepsziás roham, vagy motorikus roham. Ez egyszerűen lehet egy olyan is, hogy valakinek csak így rezeg a keze, vagy remeg, vagy akár egy izomköteg elkezd remegni. Kisebb, ugye konfliktus tömeg határozza meg mindig az elváltozások és a tünetek súlyosságát. Enyhe konfliktusnak icipici tünete van. Súlyosabb konfliktusnak, ami ráadásul hosszabb ideig is eltart, több konfliktus gyűlemlék, és az pedig súlyosabb tüneteket, hosszabb lábadozást von maga után, hosszabb regenerációs szakaszt. Szóval az illető elszenvedi a konfliktust. Mit tudom én, a munkahelyen van egy új kollega, aki egy kicsit agresszív, oda mentem hozzá, mondtam, hogy te azt a ládát ne oda rakjad, azt neki nyomott a falnak. Csak úgy, mert ő olyan. Megijed az ember, utána, hogy hazamegy, jön a remegés. Eltelik egy pár nap, nem találkoztam bent a cégnél a kollégával, minden oké, okay. Egyszer csak jön, tudom, ki az egyik helyiségből, habot okádva, és úgy jön odafele, mint aki nekem akar rontani. Lehet, hogy nem is hozzám beszél, csak anyázik, meg háborog, ilyesmi, de úgy jött odafelém, hogy azt hittem, hogy bever egyet. Megrettenek, ugye itt járunk most, francba, ez az idióta mindjárt megüt, mert hülye, bocsánat, aztán elmegy. Hazamegyek, megint jön egy remegés. Aztán megint eltelik egy kis idő, megint besteszelek meg. Nézzünk egy másik példát, ugyanilyen visszatérő konfliktus aktivitásra. Maradjunk a motorikus különprogramnál, nem tudok menekülni érzésre, nem tudok, sokan azt mondják, hogy ez támadási konfliktus. Vigyázz, mert a támadás az nem egyenlő a vezet menekülés érzéssel. Támadásra reagálhatunk menekülés érzéssel, de a támadási konfliktus a biológiában az egy sérelmi konfliktus. Ha megtámadtak, akkor sérülés veszélynek vagyok kitéve. Itt menekülés érzésről van szó. Tegyük fel például, hogy az iskolába járok, és van egy tanár, aki kipécézett magának, és mindig hülyét csinál belőlem mások előtt. Igen, már megint, most piros sapka van rajtad? Miért nem kék sapka? Most kék van, most miért nem piros sapka? És nyilvánosan megszégyenít mások előtt. És ott vannak az osztály előtt, meg a folyosón, nem az én esetem, csak konkrét példát mondok. Ott állok a folyosón, és úristen, megint jön ez az idióta, megint be fog szólni, tudja, hogy zavarba tud hozni, és hogy le tud alázni, és már megint szórakozásból beszól. Nevetségessé tesz mások előtt. Mivel fogunk ezzel reagálni? Picit visszateszem a képernyőt, mert mutatni akarom. Mivel fogunk reagálni? Ilyen szemremegéssel. Volt már neked ilyen, hogy íre meg a szemed? Na ez a
Parasztosan fogalmazva, lesül a pofánul a bőr, ciki helyzetbe hoznak, kényelmetlen nevetségessé tesznek című menekülési konfliktus. Tehát amikor valakinek így jár a szemhéja, annak az az oka, még így az arcon is szoktak ilyen rángatózások lenni, hogy nevetségessé tesznek. Ez egy arcizombénulást okoz, nem szoktuk észrevenni, majd a megoldás utáni szakaszban az epileptokrízisben jön az újrakábelezés, és akkor elkezd remegni. Tehát ha a legközelebb ilyened van, akkor tedd föl, akkor itt vagy, a külön programban, és tedd föl magadnak a kérdést, hogy na, előtte kipróbált engem hülyére venni, nevetségessé tenni, megszégyeníteni, kiröhögtetni, falhoz állítva megcsúfolni, érted, ilyen letámadásos, ilyen erőszakoskodós jelleggel. Mert a biológiában a hullareflex, a bénulás, az egyetlen megmenekülési módunk a ragadozóktól. A ragadozó az, aki elől nem tudunk menekülni. A ragadozó pedig a biológiában nem hullaevő, hogy mondják ezt magyarul szépen? Dögevő, nem dögevő, ászfresszer, németül olyan szép szó, nem dögevő, tehát ha én, tudom, én meglátom az oroszlánt, és itt elfekszek a földön, és csak ott fekszek, mint egy hulla, az oroszlán oda jön, meg fog szagolni, és tovább megy. Miért? Mert nem dögevő. Mert a dögöt nem eszi meg, csak az élő, mozgó, szaladgáló állatot. És ez a biológiai program bennünk van. És így tudunk reagálni. És ahova az céljuk, ott jelenik meg. Itt konkrétan az arc bénulásáról beszélek, mi mindig a visszatérő konfliktus aktivitásra mondok egy példát, egy második példát, hogy legközelebb, hogyha így jár a szemed, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy jó, pár órával előtte, pár nappal előtte ki akart engem kínos helyzetbe hozni, meg kinevettetni, kiröhögtetni, csúfolkodni velem, pellengére állítani, nevetségessé tenni. Úgyhogy ez így működik. Teszem vissza a képernyőt. Másodperc. Igen. Menjünk tovább a szárvatlaszban. Tehát, és akkor ez így időnként visszatér, és akkor időnként megjelenik a tünet. De vannak olyan időszakok, ahol teljesen jól vagyunk, teljesen rendben vagyunk, egyenesben vagyunk. Reméljük, igen, itt talán egy kicsit jobban látszik, remélem, hogy látszik. Igen, igen, csak a mutogatás miatt. No, visszatérő konfliktus aktivitásnak visszatérő tünetei lesznek, időnként visszatérő tünetei. Kiütések, fejfájások, migrén, most akkor gyorsan elmondom, ugye, pattanások, csúfolkodás, nem tudom a cikizést lepattintani, érzést, ugye, a fejfájás, nem tudok valamit megoldani, stressz a konfliktus aktív szakaszban, aztán lejövünk, aztán megjelenik ugye itt visszatérő rosszul létek, fejfájások, mi van még itt? Időnként visszatérő, ismétlődő, múlni nem akaró tünetek. Igen. Tehát ez volt az visszatérő konfliktus aktivitás, ezt jól meg kell tanulnod. Jól meg kell tanulnod, mert különböznek a tünetek a különböző lefutásoknál, és amikor majd a későbbiekben az egyes elváltozásoknál fogom darálni, hogy visszatérő konfliktus aktivitásnál ezt látod, akkor tudjad hova rakni. Tehát most felépítjük a fiókot a fejedben, a polcrendszert, ahova ezt a rengeteg értékes, aranyat érő adatot fölpakolhatod. A visszaeső konfliktus aktivitásnak az a különleges sajátossága, tehát, hogy ott nem ketyeg le a számláló. Itt föltekertük a számlálót, itt pedig le kéne forogjon, de nem hagyjuk. Mert újból és újból és újból visszaesünk a konfliktusba. Nézzük meg, hogy hogyan lehetséges ez. Maradjunk ugyanígy a menekülési konfliktusnál, ugyanez volt itt is, meg itt is. Menekülési konfliktus, valaki megtámadott, meg akar enni, az életemre tör, nem hagy élni, nem hagy békén. Tegyük fel, hogy valaki produkál, tudom én, munkahelyi mondjuk feljelentik. Valami munkahelyi okból kifolyólag, rendőrségi feljelentés, beperellek, lecsukatlak, ijeszgetés, stb. Valaki bepróbálkozik mondjuk. Van a stressz, hogy úristen, most ez rám fogja fogni, úristen, neki van pénze ügyvédre, akkor le fog tudni csukatni? Úristen, mi lesz? Most megtámadtak, nem tudok menekülni a helyzetből.
Aztán eltelik egy idő, az illető látja, hogy hát nem lett ebből semmi, csak duma volt, meg csak ijesztgetés, lejön a konfliktussal. Jön az epileptokrízis, egy ugyanolyan epilepsziás roham, motorikus, rázó, görcsös, remegéses roham, ez nem fáj, csak remeg, csak mozog, vibrál, ugrál az embernek a végtagja, jön, ugyanolyan roham jön, mint itt az egyciklusunál az epileptokrízisben. És tegyük fel, hogy az illető megijed a rohamtól, elmegy valami természettörvényeket nem ismerő szakemberhez, és az azt mondja neki, hogy hú, hát ez epilepszia, és ez gyógyíthatatlan, és akkor ezt nem lehet meggyógyítani, csak tünetkezelni. És akkor ezzel együtt kell élni egész élete végéig, ettől kell szenvedni. És az illető nem tudja természettörvényeket, nem tudja, mi történik, sikerül jó befosatni, jó beparázik, hogy úristen, az epilepszia bármikor rám törhet, megkeseríti az életemet, ez a rohadt betegség megesz, tönkretesz, és nem tudok menekülni. Mit csinál az agyunk? Megpróbál megmenteni. És akkor ugye jön az epilepsziás roham, bestresszelünk, megijesztenek, hogy jaj, úristen, ez, tudom én, epilepszia, meg Parkinson, meg a 50 nevet adtak neki, hogy nehogy rájöjjél, hogy ez egy és ugyanaz. Rástresszelek, úristen, nem akarom, hogy ez a betegség tönkretegye az életemet. Megint bestresszelek, mit fogok a konfliktus aktív szakaszban tapasztalni? Fokozódó bénulás, tehát a remegés eltűnik, megint jön a bénulás. Az enyhébb bénulásokat izomgyengeség formájába szokták észrevenni. Gyenge az izma az embernek, hogy nem tudom elég erősen fogni. Jó, lejön az illető, ó, enyhültek a tünetek, mert visszaesett a konfliktusban, nincs remegés, gondolja, hogy akkor biztos elmúlt ez a betegség. Lejön a konfliktusról, hát, hogy jobban tudom mutatni, van itt egy tollas. Az egész ujjamat kitakarom. Itt az illető ugye lejön a konfliktusra, hogy jaj, oké, most hát ha tévedett a szakember, lejön, és megint jön egy epilepsziásra, megint jön egy rázogörcs. Úristen, mégse tűnt el a betegség, most megint támad, bestresszel az illető, és ezzel a félreértésből eledő újbóli és újbóli bestresszelésekkel oda jutunk el, hogy sosem hagyjuk teljesen befejeződni a külön programokat, mindig egy kicsit ráteszünk, és egyre durvább és egyre kellemetlenebb tüneteknek nézünk elébe. Pontosan az oda visszakapcsolgatás miatt. Ha itt sikerülne leszállni a konfliktusról, mert esetleg tudnánk, hogy mivel kell foglalkozni ilyen esetben, tudnánk, hogy pontosan melyik konfliktus az, amiről le kell szállni, abba kell hagyni, ki kell iktatni, likvidálni kell az ember életéből ezt a szituációt, akkor ugyanígy kifuthatna a külön program. De nem. Félreértjük a tüneteket, parázunk, és akkor beforgatjuk magunkat ilyen, akár évekig tartó ördögi körökbe. Úgyhogy ezek így jönnek létre. Szóval, ha csak egyetlen egy elváltozást megnézünk, a bénulásos külön programot, a menekülési konfliktusra produkált fokális hullareflexet mondaná a szakember, tehát a részleges, csak adott területre kiterjedő bénulást. A különböző lefutásoknál különböző tünetek vannak. Még egyszer, ott az aktív szakaszban izom bénulás van, a megoldás utáni szakaszban a regeneráció, az epileptokrízisben pedig jön egy ilyen rázó, görcsös, remegős roham. Hogyha ez nem kerül megoldáshoz a konfliktus, akkor a bénulás hosszú évekig is fennáll, megmarad, és jelen van, tapasztalható, mérhető, ellenőrizhető. Ha visszaeső konfliktus aktivitást produkálunk, akkor időnként jön egy epilepsziás roham. Hú, le is lepleztük rögtön, hogy az epilepszia nem betegség. Az epilepsziás roham egy alkalmi dolog, és csak azért lesz visszatérő, mert az illetőt rendszeresen terrorizálják, fenyegetik, veszélyeztetik, bántalmazzák, bocs, de mondjuk ki, jó? Tehát nem fogjuk elrejteni az epilepsziás gyerekek szüleinek a hülyeségét, mert nem egyszer a szülőknek a verekedése, bunyózása,
dulakodása, vagy éppen az, hogy neki megy az egyik szülő a gyereknek, okozza a gyereknek az epilepsziás rohamait. De lehet az iskolai atrocitások is, tehát ezt ki kell deríteni. Jó, hozzáteszem, hogy a legtöbb gyereknél a szülők viselkedése váltja ezt ki. A visszatérő konfliktus aktivitásnál pedig nem tud kifutni a külön program. Oda-vissza kapcsolgatunk, ismétlődnek a tünetek, egyre hosszabb és egyre kellemetlenebb tüneteknek nézünk elébe. És a legfontosabb, hölgyek, urak, hogy egyre hosszabb lesz az epileptokrízis. Tehát itt nézd meg jobban. Azt megköszönöm, mert ezt a vizet is vedd már el, annál kérlek szépen. Az nagyon zavarott. Igen? Tehát egyre hosszabbak lesznek az epileptokrízisek. Mit jelent ez? Itt volt egy 5 perces remegős roham, itt már lehet, hogy 10 perc lesz, megint visszaesésnél már 15, utána már 20 perc, és hogyha ezt valaki hónapokon keresztül csinálja, akkor jönnek majd az ilyen félnapos remegések. Hogy szokták azt hívni? Tudod, amikor semmi nem fáj, csak remeg valakinek valamilyen? Parkinson. És akkor mi az a Parkinson? A Parkinson ugyanez, mint amiről az előbb beszéltünk, csak ugyanez a konfliktus, csak visszaeső konfliktus aktivitásban. Tehát azt jelenti, hogy visszatérő, hosszabb tartó epileptokrízisek. Tehát amit Parkinson betegségnek hívnak, az nem más, mint egy szimpla epileptokrízis tünet. Ha az illető megoldaná, hogy ne kelljen attól a dologtól szenvedni, amitől a konfliktust elszenvedte, ne kelljen rettegni, kifutna, agyő, és visz lehet Parkinson. Tudod, mi a jobb? Hogy kérdezik, hogy mi a jobb, a Parkinson, vagy az Alzheimer? Hát, az Alzheimer. Mert még mindig jobb, hogyha elfelejted, hogy hova tetted a söröd, mint hogyha kilögyekteted. Sörös ismerősöm poénkodott fel. Szóval, így működik. Ennyire egyszerű, ennyire baromi egyszerű. Tehát már most itt az 1-2-2 lapon járva megnéztük a motorikus különprogramokat, és ezeken az baromi egyszerű ábrákon keresztül már is megértetted, hogy hogyan működik a kétszakaszúság, mi történik akkor, hogyha visszaesések vannak, és mennyire meg tudja ez variálni a tüneteket. Szóval, kedveseim, hogyha ilyen furi tüneteket tapasztaltok, soha ne esetek kétségbe, nem kell aggódni, mindent ki lehet bogozni. Eddig én nem találkoztam olyan biológiai különprogrammal, amit nem tudtunk volna megfejteni. Egyesek mondják rólam az interneten, hát a Roberto az nagyon maradé, az mindig csak új medicinázik, az mással már nem is foglalkozik. Őszintén szólva, nem véletlen. Azért, mert ez elég. Nekem ez elég. Nem is akarok az életemben mindent megtanulni, hozzáteszem. Én egy egyszerű falusi gyerek vagyok. Én addig szeretek belemélyedni a dolgokba, hogy tudjam használni. Aztán, hogy van bonyolultabban, meg milyen biológiai konfliktusokat tudnak elszenvedni a tengeri pohatestőek, mert nekik is van ilyen, az már nem érdekel. Szóval meg az, hogy én egészséges legyek, és tudjam a saját és családom egészségét biztosítani. Oké, ez volt tehát a kétszakaszúság és a többi. Jó. Rengeteg előadásban benne van, én már rutinból már kihagytam, de szólnak, hogy azért talán az 5 feltételét a biológiai konfliktusnak érdemes lenne megemlíteni. A biológiai konfliktus leírását, a biológiai konfliktus ismertetőjének leírását a Szervatlasz 1-2-0 lapján találjátok meg. Megmutatom. Itt van alul, hogy mi mit jelent. Mert ahhoz, hogy te be tudjad azonosítani az elváltozást beindító konfliktusodat, ismerned kell, hogy milyen jellegzetességei vannak annak. Tehát tudnod kell, hogy mit keresel. És ezek az általános jellegzetességek olyan azonosító paraméterek, amivel be tudod azonosítani a konfliktusodat. Drámai, váratlan. Ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy ezt úgy kell tudni, mint a verset. Tehát ha te otthon fejben mosogatás közben föl akarod tárni a fűtővizketésednek, a 10 perces fűtővizketésednek a konfliktusát,
akkor ezt fejből kell tudnod. Drámai, főzaklat, fejdegesít, kibillent a lelki nyugalmamból. Ha az a téma előjön, képes vagyok főzaklatni magamat, akkor nem tudok ebben a nyugalomban megmaradni. Ez jelenti, hogy drámai. Második, váratlan. Pont akkor, amikor nem számítottam rá. Már 60-szor megbeszéltük, és már megint. Tehát az az ismétlődő konfliktus aktivitás, vagy akkor pont egy olyan helyzetben, amikor abszolút nem vártam volna, hogy ez megtörténjen. Harmadik, megütközés jellegű. Ez nekem nem lesz jó. Én ezzel nem akarok együtt élni, én ezt nem akarom elfogadni. Tehát az elváltozást beindító biológiai konfliktusnak kötelező paraméterei, feltételei, természettudományosan kifejezve, kritériumai vannak. Drámai, váratlan, megütközés jellegű, ezzel nem akarok együtt élni, ezt nem akarom elfogadni, ez nem normális dolog nekem, másnak meg lehet, hogy normális, de akkor is ez nekem nem oké. Negyedik ismertető jel az, hogy elszigeteltem meg, nem beszélünk róla másoknak. Az ötödik pedig az, hogy magunkba folytjuk, megoldatlan, bocsánat, magunkba folytjuk az előző ponthoz tartozott, tehát nem beszélünk róla másnak, magunkba folytjuk, az ötödik pedig, hogy megoldatlan. Tehát csak az az elváltozás, csak az a szituáció, konfliktus indít be elváltozást, aminél ez az öt feltétel teljesül. Akkor is, hogyha visszaeső konfliktus aktivitás van, ott már nem mondhatjuk azt, hogy váratlanság, ott inkább azt mondanám, hogy nem számítottam arra, hogy ez még egyszer megtörténhet. Inkább így. Tehát így tudod értelmezni, így értsen. Szóval ennyit erről. A harmadik biológiai természettörvény, közben egy óra nem ártana. Aha. Igen, mindjárt le tudjuk a természettörvényes részt. Ezt is megmondom őszintén, hogy nem akartam az alapismeretekről hosszabban beszélni, vagy egyáltalán kitérni rá, hiszen fönt van a neten. Viszont a többiek, akik most becsatlakoztak, és azt még nem nézték meg, szeretném, hogyha ők is a maximálisat profitálnak ebből a tréningből, és röviden, de végig megyek rajta. Mert építeni fogok rá, kell, hogy tudjad, és most közben nem lesz idő, hogy most videókat nézzél a szünetben. Szóval, a második természettörvény, a kétszakaszúság törvénye, miszerint minden úgynevezett természetes elváltozás két szakaszban zajlik le, ha sor kerül a konfliktus megoldására, és nem történnek visszaesések. A harmadik biológiai természettörvény leírja, hogy a különböző szöveteink hogyan működnek egy ilyen természetes elváltozás során. Vannak a biológiában olyan helyzetek, amik túlélés veszélyesek, pontosabban életveszélyesek, vagy még szebben fogalmazunk, halálveszélyesek. Azért, mert vannak olyan szituációk, amikor leapad a tó, fogy a víz. Leapad az oxigén a vízben, elkezdünk fuldokolni. És ezek a biológiai programjaink, amelyikre szükségünk volt a természetben, a mai napig bennünk vannak. A különböző típusú szöveteinkhez hozzá lett programozva az, hogy na, kedves laphámszövet, te csak fekélyesedni tudsz alkalmazkodásképpen, utána meggyulladással regenerálódsz. Tehát a különböző típusú szöveteinknek megvan a maga mechanikája, hogy működik. Tehát az első, aki az emberi, modern kori emberi történelemben ezt leírta, publikálta, Hamer doktor volt. Örök hálám neki, örök hálám, akkor is, hogyha engem elhordott a bús büdös fenébe, meg 150 helyen próbált lejáratni, tudod, kinek nem inge. Én tudom, hogy mi az igazság, és hogy nem volt igaz, amiket mindenféleket összehordott rám, hogy én loptam a szárad, loptam azért, meg nem baj, akkor is hálás vagyok neki. Szeretettel gondolok rá, Isten nyugosztalja, mindig hálás leszek neki, amiért ezt publikálta. Mert ő volt az első orvos a modern történelemben, aki mondjam úgy, hogy felemelte a fenekét a fotelből, és elkezdte kutatni a kérdéseket, a válaszokat a kérdéseire. Ő volt az az orvos, aki nem elégedett meg azzal, hogy hát ez egy ilyen, ez jó van. Ő volt az az orvos, akinek nem volt elég a belgyógyászat szakkönyvbe az a magyarázat, hogy oka nem ismert. A többieknek, mindenkinek elég volt. Ő volt az, aki elkezdett utána járni, és aki keres, talál. Rájött arra, hogy ami nem mérgezés, baleset, sugárzás, az mind
Természetes elváltozás. Hozzáteszem, hogy Hamed doktor még nem természetes elváltozásnak nevezte a természetes elváltozásokat, hanem értelmes biológiai különprogramnak. Az Infole Biologische Sonderprogramm, németül, angolul meg Science for Biological Special Programs. Angolban is félre van fordítva, na mindegy. Szóval a természetes elváltozásokat Hamed doktor fedezte fel, hogy ezek bizony nem külső behatásra, hanem belső kihatásra indulnak be. Ha az illetőt megijesztjük, fél óra múlva megnyugtatjuk, fél óra plusz 15 perc múlva, 45 perc múlva jön az epilepsziás roham. Mert ez törvényszerű. Mindenkinél így működik. És Hamed doktor elkezdte kutatni, hogy na, hogy is van ez? Ugye ő először azt kezdte kutatni, hogy milyen érzelmi dráma van az adott rákok mögött. Ugye a rák kutatással foglalkozott Hamed doktor, főleg, meg is fejtette, hát ott szedték a rákot, rák nyitját, rák rejtélyét, és elkezdte nézni, hogy na, ilyen szövet mit csinál, olyan szövet mit csinál. És megfigyelte Hamed doktor, hogy a különböző csiralemez származású szöveteink különböző biológiai válaszreakciókat produkálnak. Ne jegy meg, négyféle létezik, tehát négy szövet típusunk van a testünkben. Akkor kezdem az elején röviden. Az emberi testben körülbelül 400 fajta sejttípust különböztetnek meg. A 400 fajta sejttípus azonban besorolható négy fő kategóriába. Ó, azt már nem szoktak ezzel foglalkozni, az már nem érdekes. Lényeg, hogy legyen 400. Annál nehezebb megtanulni, ugye? Hát itt az a cél, hogy értsed és tudjad, tehát nem fogunk a részletekkel pepecselni. A 400 sejttípusunk tehát besorolható négy különböző típusban. Mik ezek a különböző típusok? Vannak az úgynevezett mirigyszövetek. A mirigyszövetek különleges funkció, különleges összes többi szövettípustól eltérő funkciója az, hogy képesek váladékok termelésére, előállítására, olyanok, mint ilyen mikroszkopikus vegyi üzemek, képes kiválasztani, előállítani egy speciális folyadékot, és képes a mirigyszövet a környezetből felszívni a váladékot. Fölszívni és földolgozni. Tehát a mirigyszövetek az anyagcseréhez elengedhetetlenek. Mirigyszövetek nélkül nincs anyagcsere. És minden mirigyszövet, ami van a testünkben, ami szövettanilag nem név szerint, mert a tein mirigy, az nem mirigy, hozzáteszem, annak csak a neve mirigy, de az összes többi mirigyszövet, azok a mirigyszövet kategóriába tartozik, és a mirigyszövetek mind egyformán működnek. Van a következő fejlődés történeti második fokozat, az úgynevezett hártyák. Ha ezt az egészet meg akarjuk érteni, akkor legjobb, hogyha vesszük a fejlődés történetet, az evolúciót más néven. A vízben ott éltünk, hozta a tengeráramlás az oldott tápanyagokat, felszipákoltuk, ami meg már nem kellett, kiválasztottuk, visszakakáltuk a vízbe, víz vitte tovább, más felhasználta, és akkor így megvolt az anyagcsere. Ott ücsükörögtünk a korallzátonyon, imbolyogtunk a vízbe, becupákoltuk a kaját, és kész. Még mozognunk se kellett az életben maradáshoz. Aztán ezek a mirigyszövetek egyre fejlettebbek lettek, ugye kialakultak a komplexebb puhatestűek, csigák, és így tovább az egyszerű puhatestűek, aztán az összetettebb élőlények, míg egyszer eljutottunk oda, hogy a tenger széle kavicsos. Észrevettük azt, hogy ott a tenger szélén, ahol a hullámverés van, ott oda mos minket a kőnek a víz, és a létfontosságú mirigyszöveteink megsérültek. És akkor látta anya természet, hogy aha, oda kellene valami védőszövet, hogy megvédje a létfontosságú mirigyszöveteket. Kialakult a hashártya, a mellhártya, a szívburok, tehát a testünket védő bőrök. A bőr írha, ez az a szövet, képzeld el. Tehát a bőr írhád, az egy ilyen kőkorszaki örökség abból a korból, amikor meg kellett védeni a testünket a sérülésektől. Ez tehát a hártyák a második szövet típus. Harmadik szövettípus az úgynevezett velőállomány vezérelte módosult kötőszövetek. Ez a kettő a mezodermához tartozik, de majd részletezzük. A velőállományi szövetek a módosult kötőszövetek. Amikor ott voltunk már a tenger szélében éltünk, a hártyák már jól megvédtek a surlódásoktól, már nem okozott kárt, egyszer csak úgy döntöttünk, hogy kimászunk a vízből, vagy visszamászunk a vízbe. Tudod, volt a hullámverés, és elszenvedtük azt a konfliktust, hogy
az uszonyokkal nem tudok kimászni a vízből, vagy ha partra mosott a víz, akkor uszonyokkal nem tudok visszamászni a vízbe. Elszenvedtük az első önértékelési konfliktust a fejlődés történet hajnalán, és ez hozzájárult az anatómiánk átalakításához. Kis milliárd önértékelési konfliktust kellett az elődeinknek elszenvedni ahhoz, hogy ezzel a felépítéssel most rendelkezzünk. Ha nem szenvedtük volna el, akkor nem fejlődtünk volna idáig. Tehát értsd meg, a biológiában a konfliktusoknak értelme van. Lehet, hogy érzelmileg szar dolog egy konfliktus, de biológiailag mindig fejleszt rajtunk. Tehát mindig fejleszt. Agyilag is fejleszt, hozzáteszem, meg testileg is fejleszt. Van a negyedik szövettípus, ezek az úgynevezett laphámszövetek. A laphámszövetek elhatároló szövetek. Tehát kialakult ez a négy alapszövettípus, amiben a 400 sejtünk, tudod, besorolható, és nem kell nekünk 400 féle sejttel foglalkozni. Az, hogy megértsük a működést, elég a csirolemez származásokat figyelembe venni. Mirigy szövetek az entodermából, a belső csirolemezből fejlődtek ki. A módosult hártyák a mezodermából fejlődtek ki. Itt vagyunk tehát a szervatlasznak ennél a lapján. 1-3-2, vedd elő esetleg nézegest. Várjál, így fordítom, és akkor ezt egy picit. Így. Na nézd. Mit látunk itt? Ez a harmadik biológiai természettörvény. Az előbb már megismertük a két szakaszúságot, és most a különböző szövettípusokat egy lapra vesszük az elváltozás lefutásokkal. Ahó, nem fókuszál. Egy lapra vesszük. Ez mit jelent? Vesszük például a belső csirelemezből származó úgynevezett entodermális szöveteket, ezek mind mirigyszövet. Itt nincs mirigyszövet. A mirigyszövetek mind ide tartoznak. És a harmadik biológiai természettörvény a természetes elváltozások ontogenetikus, vagy úgynevezett csirolemez központú rendszere. Tehát a harmadik természettörvény az ez a táblázat. Tehát ha te azt mondod, hogy te tudod a harmadik természettörvényt, akkor ezt fejből le kell tudjad rajzolni. Az összes szöveggel persze. De csak ezt a táblázatot. A mirigyszövetek entodermálisak. Van a mezoderma és az ektoderma. Azt szeretném még ugye hozzátenni, hogy az, hogy az adott szövet, szerv milyen csirelemezből fejlődött ki, ez meghatározza, hogy egy elváltozás külön program során milyen tüneteket fog produkálni a konfliktus aktív szakaszban. Ugye látjuk, hogy minden mirigyszövet daganatot produkál a konfliktus aktív szakaszban. Az elváltozás értelme a daganat növekedésben nyilvánul meg, több szövet, több funkció, biztosabb túlélés. És majd, amikor a konfliktus megoldódik, mivel egy ideiglenesen létrehozott mirigyszövetről van szó, a daganatról, adenokarcinómáról a rossi nevén, arra későbbiekben már nem lesz szükség, hisz a konfliktus megoldódott, ezért beindul a daganat elbontása. Értelemszerűen mindig, amikor hagyjuk. Hogyan tudjuk megakadályozni? Hát ugye gombák illetékesek itt, majd ez a negyedik természettörvény lesz, de most csak említem. Ha gombákat kimérgezzük magunkból, nem lesz, aki a daganatot természetesen elbontsa. És akkor a daganat megmarad, betakozódik és ott marad. A hártyák ide tartoznak. Nézd csak, bár a szövet mezodermális, de működésileg olyan, minthogyha entodermális lenne, ezért van a narancsárga alapon a sárga csíkozás. Itt is daganatot látunk, méghozzá hártya megvastagodást, adenoid karcinómát, például kórium adenoid karcinóma, ugye a bőrdaganatoknak a melanómák itt jelentkeznek, megvastagodik. Miért? Miért vastagodik meg egy védőhártya a konfliktus aktív szakaszban? Hát azért, mert meg vagyok ijedve, hogy fizikai sérülésem lesz. Rettegek egy műtéttől, amit meg kell csinálni, de az ismerősöm meghalt a műtőasztalon, mert elvágtak valamit a hasába, azt ott meghalt, azt azért félek, hogy majd én is. Konfliktus aktív szakaszban megvastagítom a hártyámat, aztán megvan a műtét, megnyugszom, hogy nem vágtak el semmit, megmaradtam, lejövök a konfliktusról,
és beindul az addig észrevétlen hátya megvastagodás elbontása, és mi fog jönni? Pleuritis, hashátya gyulladás. Tehát a megoldás utáni szakaszban a megvastagított hátya elbontási folyamatát látjuk. És ugye, aki nem ismeri ezeket az összefüggéseket, az az ember mit fog mondani? Hát, akkor most te fertőzést kaptál a műtét során. Ami nem igaz, mert nem lehet fertőződni. Nem attól lesz valakinek csak a hashátyáján gyulladása, mert megműtötték. Mert ha kinyitják a hasát, érted, akkor nem csak az érintkezik. A mélypont csak ott lett. Mások nem tettek fel ilyen kérdéseket, Hámen doktor kibogozta, azért, mert sérülés, félelmi, stressz nélkül nincs hátya vastagítás. Az elváltozás értelmét is az aktív szakaszban nyilván, mert vastagabb hátya, jobb védelem. A mezodermális velőállomány vezérelte szövetek mindig sorvadnak a konfliktus aktív szakaszban, megfogyatkoznak előkészítésképpen, ez egyfajta előbontás, hogy a megoldás utáni szakaszban a sejtszaporulattal erősebbre, vastagabbra újjá tudjon épülni. A sorvadás egy előkészítés, egy szerkezeti előbontás. Ha nekem van egy házam, amire akarok még egy emeletet építeni, akkor nem azt fogom csinálni, hogy a földszinten a diszperzites vakolatra kenek egy kis betont, hanem leverem tégláig, bezsaluzom, beöntöm betonnal. Tehát ahogyan ez makro méretekben működik, ugyanúgy működik kis méretekben, vagyis a konfliktus aktív szakasszal beindítom a sorvadást, megfogyatkozik a csont, a konfliktus megoldásával beindul a gyulladásos regeneráció, ciszta képződik, a ciszta szervül, vagyis olyan szövetté alakul a ciszta, amiből kifejlődött, vagyis egy csont ciszta megkeményedik, kőkemény csont lesz belőle, és érdekesség itt az, hogy itt mindig egy picivel több szövet keletkezik, mint előtte volt. Na, mi lehet ennek az értelme? Hát kérem az, hogy ez egy tartós, maradandó megerősítés, hogyha legközelebb még egy olyan kudarcélményt, önértékelési konfliktust elszenvednék, akkor már masszívabb legyen a felépítésem, és ez ne jelentse nekem konfliktust. Csontkinövések, ízületi megvastagodások, meszesedés, és ide tartozik, ami nem, természetesen nem meszesedés, hanem üzleti megvastagodás, mozgási önértékelési konfliktusok miatt. Nézzük az ektodermális külső csiralemez, az ektoderma külső csiralemez jelent. Az ektodermális azt jelenti, hogy külső csiralemezből származó, vagy ahhoz kapcsolódó, oda köthető, de maradjunk, én szeretek ektodermálisat mondani, a külső csiralemezből származó szövetek a laphám szövetek. A laphám szöveteknek kismillió, nagyon sokfajta módosult változata van. Képzeld el, hogy az idegszövet is ektodermális laphámból van. Tehát az agy sejtjeid, az ideg sejtjek, azok korábban, a fejlődés történet hajnalán laphám sejtek voltak. Csak mivel ez nagyon jó funkció, multifunkcionális szövet, átalakított anya természet, tehát még az idegrendszer is ide tartozik. A laphám szövetek, a szájlaphám fekélyesedik, elvékonyodik az aktív szakaszban, a megoldás utáni szakaszban pedig sejtszaporulattal regenerálódik. Tehát azt látjuk, hogy itt az entodermális és az entodermális agytörzs vezérelte és a mezodermális kisagy vezérelte szöveteknél mindig daganatképződés van az aktív szakaszban. A daganat a megoldás utáni szakaszban elbontásra kerül, ha hagyjuk a szimbiótáinkat, a vendégmunkásainkat, a mikróbáinkat, a gombákat, baktériumokat, vírusokat dolgozni. A mezodermális velőállomány vezérelte szövetek, valamint a kéregállomány vezérelte ektodermális szövetek sorvadnak, vékonyodnak a konfliktus aktív szakaszban. De akkor ez itt tud maradni, ugye? Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen. Sorvadnak a konfliktus aktív szakaszban, majd a megoldás utáni szakaszban értelemszerűen sejtszaporulattal fognak regenerálódni. Na most, hogyha te hagyományos, orvostudományos kiképzést kaptál a kétszakaszúságról, nem is hallottál még. Azért, mert ez korábban nem volt eleme az orvosi oktatásnak. Viszont enélkül, az alap dolog nélkül, a kétszakaszúság ismerete nélkül,
önmagában a kétszakaszúság ismerete nélkül teljesen érthetetlenné válik minden. Már nem fogod tudni, hogy mi, hova tegyed, és nem érted. Azt látod, hogy egyszer sorvad a csont, egyszer daganat van rajta, lá-lá-lá, hát enélkül nem értjük meg. Ezért is egy óriási dolog a Hámer doktortól, hogy ezt volt szíves és publikálta. Ez tehát a harmadik természettörvény, ami leírja, hogy melyik szövettípus, mikor mit csinál, mi történik a megoldás után, konfliktus megoldása után, a konfliktus utószakaszban, és hogy melyik agyirészből történik a vezérlés. Ugye lélekhagyszerv összességéről beszélünk, van egy ilyen videó, hogy lélekhagyszerv, nézd meg a Biologika TV-n, nem fogok már nagyon belemenni, az a lényeg, csak röviden, hogy amikor te egy konfliktust elszenved, akkor kimegy a fejedbe is a biztosíték, és az érintett agyi vezérlő központból vezérelt szerven beindul egy elváltozás. A szerv relé érzelmi konfliktus összefüggés az mindig fix, tehát hogyha te megmondod pontosan, hogy a nagylábujjam körme van begyulladva egy bakteriális gyulladással, akkor fogjuk tudni, hogy ez egy baktérium, módosult kötőszövet, nagylábujjon, valamilyen funkció miatt jön a tekerés, letörés. És pontosan meg tudjuk mondani a nagylábujjadnak, mutatom, a nagylábujjadnak valahol itt van a relé központja, tehát a koponya cétén itt találnánk meg a nagylábúj kötőszövet gyulladásnak a gócát. Tehát tehát ez egy három lábon álló rendszer. Egyszerű. Ez egy olyan rendszer, lélek-agyszerv összességében, hogy oda-vissza tudunk kutakodni, ellenőrizni. Ha nem tudjuk, hogy mi a tünet, csak olyan furcsán érzem magam, kikérdezzük, hogy milyen konfliktus szenvedett el az illető. Ha nem tudja, megnézzük az agyi CT-jét, és azt egyértelműen megmutatja. Jó, itt jártunk a harmadik természettörvény, tehát van egy rendszer. Az, hogy milyen szöveten van az elváltozás, meghatározza, hogy az aktív szakaszban milyen tünetet fog produkálni, meghatározza, hogy a megoldás utáni szakaszban milyen tüneteket látunk, és voilà, érthetővé válik az egész. Érthetővé válik minden. A mikroorganizmusokat is elkezdte Hámer doktor kutatni. És a mikroorganizmusoknál jött rá Hámer doktor, hogy hoppá, ezek is a rendszer részei. Ugyanis, amikor elkezdte összerakni az elváltozás lefutásokat, Hámer doktor, következőt vette észre. Az entodermális belső csiralemezből származó szövetek daganatot csináltak az aktív szakaszban, ugye? Igen ám, csak amikor a konfliktus megoldásra kerül, mit látunk? Fungicid gyulladás, nem jól mondtam, gombás gyulladást. Gombák aktivitását. Érdekes dolog, hogy daganat növekedésről nincsen, figyelj, daganat növekedés nélkül nincsen gombás gyulladás. Tehát akinek gombás gyulladása van, annak volt daganata, vagy éppen elbontás alatt van. Érdekesség tehát, hogy az entodermális mirigyszövetek daganatait a gombák bontják le. A gombák gyakorlatilag szétszerelik, elsajtosítják a szöveteket. Ez ugyanaz a fehérje szétszereléses technológia, mint amit a sajt készítésnél használnak az emberek. Ott is beoltják ugye az anyagot, és a gombák szépen sajtot készítenek. Szétszedik a tejfehérjéket, és abból lesz a sajt, amit megeszünk. És hadd nem mondjam, abban a sajtban kismilliárd gomba van. Tehát ha valaki fél a gombáktól, akkor nem kéne enni, mert annyi minden van, szinte minden kajában van gomba, a kenyérbe is, érted? Hát a kenyér attól folyódik föl, mert ha ugye kovászos kenyér. Szóval a hártyák megvastagodnak az aktív szakaszban, és a Hámer doktor észrevette, hogy a hártyáknál nem az legegyszerűbb gombák, hanem a valamivel fejlettebb gomba baktériumok dolgoznak. Tehát a gomba baktériumok, hát igazából a gomba baktériumok az ilyen félúton vannak a baktériumok meg a gombák között. Nagyon sokfajta mikroorganizmus létezik,
amikor én elővettem az ismerőseimet, és úgymond követeltem tőlük azt, hogy most már aztán mondd meg nekem, hogy hol van a határ, mondta, hogy Rob, ezt senki nem tudja. Tehát nem lehet meghúzni egyértelműen a határt, hogy na eddig ezzel a típusú gombával utolsó gomba, és onnantól kezdve már gombabaktérium. Hadd ne mondjam, doki ismerősöm megmutatta, hogy még csak a különböző könyvekben is mások adatok vannak, tehát még az orvosi könyvek is hol azt írják. Maradjunk annyiban, hogy vannak az egyszerű gombák, a gombabaktériumok és a fejlettebb baktériumok. A legfejlettebbek pedig talán a vírusok. A hártya megvastagodásokat tehát a gombabaktériumok bontják el. A módosult kötőszövetek sorvadásait a baktériumok építik újjá. Igen, a baktériumok feladata a te szöveteidnek az újjáépítése. Minden egyes baktérium, akit legyilkoltunk a testünkben, a saját regenerációinkat hátráltattuk vele. A vírusok a laphámszöveteknél illetékesek, és a helyreállításban vesznek részt, tehát a mikroorganizmusoknak helye van ebben a rendszerben. Nem csak, hogy helye van, szigorúan ehhez igazodnak. A mikroorganizmusok ennek a természettudományos biológiai rendszerünknek a részei. A mikroorganizmusokra szükségünk van az anyag átalakításához. Ha mikroorganizmusokat kigyilkoljuk, legyilkoljuk, kiüldözzük, agyonvágjuk, azt fogjuk vele elérni, hogy nem lesz, aki helyreállítsa a szöveteinket. Ezzel Hammer doktor el is jutott az ötödik biológiai természettörvényhez, ugye volt az első, a természetes elváltozások természettörvénye, miszerint ahhoz, hogy egy elváltozás beinduljon, törvényszerűen el kell szenvedni egy öt feltételnek megfelelő érzelmi konfliktust. Érzelmi konfliktus nélkül nincs természetes elváltozás. Ha érzelmi konfliktus nélkül jelenik meg egy elváltozás, akkor az nem természetes elváltozás, vagyis mérgezés, baleset, sugárzás, vagy természetellenes táplálkozás következménye. Második természettörvény a kétszakaszúság felismerése. Konfliktus megoldásával másfajta tünetek jelennek meg. Értelemszerűen a daganatot el kell bontani, ha már nincs rá szükség, valamint a sorvadást újra föl kell építeni. És a kettő nagyba különbözik. A régi, hagyományos, kismillió egyetemen tanított akadémikus orvostudományban Hammer doktor előtt ideig nem jutottak el. Harmadik biológiai természettörvény a rendszer, hogy melyik szövettípus, a négy közül, mikor, mit csinál. A negyedik biológiai természettörvény leírja, hogy a gombák mindig a mirigyszöveteket állítják helyre. A gombabaktériumok a hártyákat, a baktériumok a módosult kötőszöveteknél illetékesek, a vírusok pedig a laphámszöveteknél. Ennyi. Olyan nincs, hogy a vírus átmegy a mirigyszövetbe, hogy hello, besegítsek. Olyan sincs, hogy egy gombát találunk egy laphámgyulladásba. Nincs. Tudod, miért nincs? Mert nem kompatibilis. Ez olyan dolog, érted, mint központi fűtés szerelni fáziszteruzával. Tehát a vírusok a fáziszteruzával dolgoznak, a gombák meg baltával kének, érted? Tehát ők más csinálják, vagy hogy hívják, azt mondja, de köműves kalapácsot akartam mondani. Ők köműves kalapácsot dolgoznak, érted? Nem ugyanaz. Vagyis, ha te csinálsz egy vizsgálatot, hogy nyugodtan lehet, persze arra való, csinálsz egy vizsgálatot, és azt mondják, hogy hú, ez egy gombás gyulladás, és te ezt tudod, emlékszel a szemináriumra, gomba, mirigyszövet, tehát ha nekem most gombás gyulladásom van, akkor ez egy daganat elvontás. Ahhoz a daganathoz még milyen konfliktus kellett? Összerakod 10 perc alatt fejben, és így ki tudod küszöbölni azt, hogy legközelebb megint belefussál, belegyalogoljál egy konfliktusba, aminek megint elváltozás és tünetek lesznek a következményei. Nem bonyolult. Mégis szükséges tudnod alap dolgokat, hogy utána építkezni fogjunk. Építsünk rá. Figyelj, mi most felhőkarcolót építünk a fejedbe. Szeretném, hogyha ezt jól megalapoznád, és egy atombiztos alapot építenénk, tehát az öt természettörvényt úgy kell tudnod, mint a verset. Azonnal, ha elkezdünk beszélni a mezodermális szövetekről, akkor rögtön fejbe föl kell sejledjen a harmadik természettörvénynél leírt ábra, és akkor rögtön már fejbe látod, hogy ha oda sorvadás van írva, igen, ott mindig sorvadás van, és így.
Az ötödik természet törvény pedig az a 2014-es szervatlaszban azt látod, hogy a quintessencia az ötös összhatás, vagy a megértés törvénye. Az elmúlt években ezt kutattuk. Ugye itt azért bebeköszön még a Hammeri terminológia, de az a helyzet, hogy ezt maga Hammer doktor sem definiálta normálisan. Az, hogy ő mit írt ötödik természettörvény definíciónak, azt most inkább hagyjuk is, jó? Mert az úgy nem jó, hogy van, sajnos. Akkor mi ez az ötödik természettörvény? És akkor itt ezen a webináriumon köznöm veletek, hogy ez az értelem természettörvénye. Nem a megértés, német nyelvből ez a félértésbe akadhat, Verständnis, ugye németben, de nem, Hámer doktor se jól írta, a Naturgesetz des Sinnes, vagyis az értelem természet törvénye. Érted? Azt jelenti, hogy ez egy értelmes dolog. Az, hogy a biológiában minden értelemmel történik, ez egy értelmes dolog. Az ötödik természet pedig törvény pedig csak annyi, az értelem természet törvény, hogy minden úgynevezett természetes elváltozásnak van egy túlélést és fajfenntartást szolgáló biológiai célja, rendeltetése. Ennyi. Úgyhogy az ötödik természet törvény tulajdonképpen azért quintessencia, azon, hogy stimmel is, ötös összhatást azt már nem biztos, hogy beleírnám, mert csak redundancia. Ötödik természettörvény leírja, hogy a természetes elváltozásoknak bizony értelme, célja, rendeltetése van. Semmi nem történik a testünkben véletlenül. Tehát, hölgyek, urak, ha most vesszük a létező összes lehetséges elváltozást, tehát most vegyük az orvostudományban leírt összes betegséget és összes tünetet, így most gondolatban vesszük egy kalap alá. Itt van ez az összes tünet. Ugye itt van kismillió tünet. Azonnal különbséget tudunk tenni, hogy aha, ezek itt a mérgezés tünetek, aha, ez itt baleset, aha, ez itt természetellenes táplálkozás, mert az illető csak egyfajtát eszik, és azon kívül semmit. Természetellenes táplálkozás, van a sugárzás következményei, és van a többi. És az összes többi az úgynevezett természetes elváltozás. Tehát ezeknél a biológiai természettörvényeket nem veszük hasznát. Azért nem veszük hasznát, mert ezek nem szerint működnek. Ha valaki megissza a mérget, és tönkre megy a mája, az nem egy természetes dolog. Akkor ott ki kell vezetni a mérget, közömbösíteni kell a mérget, de hozzáteszem, hogy a toxikológia pont ezzel foglalkozik. A toxikológiának már megvannak a megoldásai erre. De a toxikológus sem tudja, hogy mitől egy daganat. Az a nagy különbség. Baleset. Hát kérlek szépen, a traumatológián, a baleseti sebészeten úgy összeraknak téged a sebészek, mint a legót. Érted, én egy-két ismerősöm, egy-kettő egy kicsit lökött közül, de nem akarok senkit megbántani, de életveszélyes sportokat csinálnak, és éve, ahol összetörik magukat. És az egyik balátom lezúzott egy ilyen hegyi úton, és képzeld el, úgy összetörte magát, hogy alig volt olyan végtagja, ami nem tört el. Beviszik a kórházba, összerakták, mint a legót, érted? Még ugyanúgy bringázik azóta is, tehát nem lett, ez nem vett el a kedvét, de, érted, a romjaiból összerakták. Tehát szuper jó az orvostudománynak ezek a részei. Mondhatom azt, hogy az egész orvostudomány, nem a rendszer gondolok, hanem a tudományos adatokra, az egész orvostudomány az egy szuper jó dolog. Minden, ami feketén-fehéren tény le van írva, az jó dolog. Köszönöm szépen most a megtisztelő figyelmeteket, alapismeretekkel megvagyunk, és jönnek a mirigy szövetek.